Jézus Krisztus valóságos kormányzóként és vezetőként lást, Heródes is így látta. Amikor jöttek Jeruzsálembe a bölcsek, és bejelentették, hogy látták a messiásnak a csillagát, akkor Herodes jobban értelmezte az ószövetségi proféciákat, mint a mai sok keresztény. Mert mai sok keresztény semmit nem érez ezzel kapcsolatosan, de Herodes azonnal megérezte, hogy destabilizálódik a hatalma, a, a mesiásnak a megszületése ő hatalmára vonatkozóan veszélyt jelent, fenyegetettséget jelent. Kérdésem az, hogy helyesen értelmezte-e Ródes? Igen, helyesen értelmezte, csak rosszul reagált rá. Nem az kellett volna, hogy kiirtja a betlemi szenteken, hanem ö, 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 örülni kellett volna, hogy a kormányzásnak a terhe az úr leveszi, mert nem fogja, egyetlen egy politikai vezető nem tudja boldogát tenni a népét, és viszont most megjelent egy olyan vezető, aki ténylegesen boldogát tudja tenni az embereket. Ő Jézus Krisztus. Tehát Heródes így értelmezte. És rendszeresen látjuk az abcselben is, Eh, hogy az apostolok is így hirdették. És hát mi volt a, a párbeszéd Jézus Krisztus és a Pilátus között? Hát pontosan ez. Te vagy a zsidók királya? De nem egy ilyen vallásos címbe gondolkodott Heródes. Konkrétan gondolta, hogy te vagy az uralkodója zsidóknak? Ez volt a kérdés. És mit írtak rá keresztre? Ezt hogy ő a király, a zsidók királya. Miért akarták levedni a farizeusok és a főpapok ezt az elnevezést? Azért, mert tudták nagyon jól, hogy ha ez a, ezt a címet megértik az emberek, és kijönnek a vallásos a vakságból, akkor rájönnek arra, hogy az ő hatalmuk teljes mértékben illegális. Törvénytelen. Jézusé minden hatalom és eljön az idő, hogy átveszi. Az izraelieknek az volt a problémájuk, hogy kellett a királyság, de nem kellett a király. A pogányoknak meg az a problémájuk, hogy teljesen misztifikálták, ezoterikussá tették a királyságot a királyjal együtt. Nem is tudom megmondani, hogy melyik tévedett nagyobbat. Tehát kérlek, hogy ne ezoterikus képed legyen, az Istenek a királyságáról, az Istenek a királyáról, mert a boldogságunk pontosan az Isten, az Isten királyságát azért hozza el a Földre, mert minden emberi nyomorúságra az a válasz. Az a válasz a halálra, az a válasz a betegségre. Minden csodának az volt a célja, hogy Jézus Krisztus kijelentse azt, hogy amikor eljön a földi királysága, nem lesz vak. Egyetlen egy ember nem lesz a földön vak. Amikor eljön az ő királysága, egyetlen egy ember nem lesz süket. Amikor eljön az ő királysága, egyetlen egy ember nem lesz gutaütött béna. Mindenki tudja mozgatni a kezét, lábát. Az egyik dalba énekeltünk, hogy a Sánták ugrálni fognak. Ez szó szerint veszem én. Ezt mondja a profécia. Tehát a boldogságnak a beteljesedése. Az a következő korszak, nem ez a korszak.